Ahhoz, hogy hosszú távon önellátó maradjon az ország, szükség van korszerű állattartó telepekre. Éppen ezért hirdette meg az Agrárminisztérium egyik legújabb pályázatát, melynek keretében ilyen telepek gazdái igényelhetnek támogatást fejlesztésre. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek létrehozására, kialakítására, továbbá állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére is. A felhívás összkerete az 50 milliárd forint, ebből 34 milliárd forint az, ami az állattartó telepek fejlesztésére vonatkozik. 5 célterület van, baromfi telepek, sertéstelepek, szalvasmalatelepek, juh- és kecsketelepek és egyéb. Ide sorolhatjuk a lótartókat, a méhekkel foglalkozókat, a húsgalambbal, a húsnyullal, de akár stuccal, vagy a vad gazdálkodás körébe is tartozó fácán, vagy akár a fogoly tartó telepeket is. A támogatás aránya 50%, a minimálisan igényelhető összeg pedig állatfajtól függően eltérő. Baromfi és sertéstelepek legalább 100 millió, szarvasmarha telepek legalább 50 millió, juh, kecske és egyéb állattartó telepek legalább 5 millió forintra pályázhatnak. Összevonta, maximálisan 2 milliárd forint nyerhető el, az összeget az elszámolási időszakban 24 hónap alatt kell elszámolni. Az előzetes érdeklődések alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nagy aktivitás várható. Az látszik, mert a pályázati kiírás is tartalmaz, hogy országosan egy 200-250 pályázatra számítanak. Ezt ha a megyére visszaosztom és ismerve az állattenyésztés arányát, tehát én a 15-20 pályázót tartom reálisnak. Azonban itt megemlítenék egy dolgot, ami nem hivatalos, de hivatalos helyről származó információ, hogy a kiírás feltételeiből is látszik, hogy az inkább a nagyobb volumenben gazdálkodók számára 6000 STI azért meghatároz egy üzemméretet, kiírt pályázat, és várható, hogy az igazán kicsiknek, azoknak egy újabb körben lesz kiírva pályázat, a keretösszeget még nem ismerjük, de ott azok, akik kisebb volumenben gazdálkodnak, ők is fognak tudni pályázni. A támogatási kérelmeket október 1-től jövő év február 1-ig lehet benyújtani. A pályázat további feltételeiről a gazdák a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján tájékozódhatnak.